Pinalonga, Kréta északkeleti részén az Elunda-öbölben található kis sziget. Eredetileg félsziget volt, azonban a velencei uralom alatt stratégiai okokból mesterségesen választották le a szárazföldről. Az egész sziget egy erődítményként szolgált a velencei időkben. Krétát a törökök 1649-ben hódították meg. Spinalongát azonban csak 65 évvel később tudhatták magukénak. A törökök 1898-ban vonultak ki Krétáról, azonban Spinalongán még ezt követően is éltek török családok. Kréta függetlenné válása után a lepra egyre endémiásabbá vált. A betegeket először Heraklion mellett elhelyezkedő Meszkinában látták el, azonban valódi kezelés hiányában ez a tüneti terápia mellett a betegeknek a környezetüktől történő teljes izolálását jelentette. A környező lakosok nyomására és a törököket kiüzendő döntött úgy a török kormány, hogy a leprásokat Spinalongára telepíti. 1904. október 13-án deportálták a szigetre az első 251 leprás beteget. Számuk 1935-ig 400-ra emelkedett. Ellátásukat az állam fedezte. Havi járandóságot is kaptak annak fejében, hogy a szigetet nem hagyhatták el, és élő halottként kellett a roskadozó épületekben élniük. Senki sem látogathatta őket. Számos családot szakítottak itt szét. Mivel megbélyegzésnek számított, ha egy családon belül leprás volt, ezért legtöbben, szerettüket hátrahagyva, Spinalongától távol kerestek boldogulást. Voltak olyan betegek, akik a járandóságukat a szigetre járó szállítókkal hazaküldve anyagilag támogatták az otthon maradottakat. A levelek és egyéb küldemények csak fertőtlenítés és lepecsételés után hagyhatták el a szigetet. A szigeten tragikus és romantikus történetek is szövődtek, pontosan úgy, ahogy azt Victoria Hislop a Sziget című könyvében leírja. A szigetre azonban nem csak betegeket száműztek, hanem politikailag nem kívánatos egyéneket is. A lepra telepet 1957-ben zárták be. A jelöletlen tömegsírokban több száz meghalt ember csontja pihen, őrizve a múlt tragikumát és figyelmeztetve arra, hogy milyen szörnyűségekre képes az ember. Manapság az érintetlen, düledező, muhával borított kövek között turisták sétálnak. Elunda pedig a leprás betegekkel való cserekereskedelem elmúlásával Spinalonga emlékéből él tovább.